Ha elhelyeznénk a térképen a magyar szépirodalom nagyjait, akkor Szabolcs-Szatmár Beregnél felborulna a térkép. Annyi kiváló írót és költőt adott Magyarországnak ez a térség, fogalmazott Jánosi Zoltán irodalomtörténész május 2-án Nagyarban. A község művelődési házában nem csak a vármegye klasszikus irodalom történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők, de országosan ismert és elismert kortárs vármegyebeli szépírókkal is. Az eseményt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Vármegye önkormányzata szervezte az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár Beregben című pályázatának keretében, amelynek célja, hogy az 1945 utáni kortárs vármegyei szépírók népszerűsítésével erősítsék az irodalmi kultúra jelene és múltja közötti kapcsolatot. Köztudott, hogy a magyar irodalmi nyelv az ebből a nyelvjárásból, a zempléni, felső szabolcsi nyelvjárásból alakult ki, úgyhogy nekünk kötelességünk az irodalmi hagyatékunkat is ápolni, és valóban megismertetni a gyerekeket, akár Petőfi, vagy más nagyságaink életével, illetve műveivel. Meggyőződésem szerint Petőfi az most is élvezhető, csak megfelelően kell interpretálni és a gyerekek kezébe adni. Különösen aktuális ez itt Nagyarban, hiszen itt számos legenda, történet kapcsolódik Petőfihez és az ő pályához. Ez pedig az a bizonyos fa, amely Petőfi Sándor a Tisza című versével együtt az irodalom történet részévé vált. A legenda szerint itt ekocsányos tölgy alatt írta versét Petőfi. A több mint 200 éves betegeskedő fába 1995-ben végzetes villám csapott, de csemetéjéből az idős szülő mögött új tölgyfa hajtott. Sajnos évről évre romlik az állapota, de megpróbálja a falu fenntartani ezt az örökséget a két fiatal fával, két fiatal kocsányos tölgyfával. Az esemény zárásaként a megemlékezők koszorúkat helyeztek el a Petőfi fánál. Bánóczi Lajos azt mondta, a nagyariak számára különösen fontos Petőfi öröksége, és szeretnék, ha ez az utókor számára is az maradna. Nagyon nehéz visszahozni azt a kulturális életet egy ilyen kisközségbe, mert mi kisközség vagyunk, és minél több ilyen rendezvény van, vagy minél több ilyen rendezvényre kapunk meghívást vagy felkérést, ez mind erősít bennünket a kultúránkkal kapcsolatban. A biztonságérzet azonban csak ideig, óráig tartott, és minél jobban vágytam rá, annál nehezebben jött el. Az irodalmi délutánon a közönség Kovács Judit regényeiből hallhatott részleteket a szerző felolvasásában, valamint találkozhattak Olá András költővel is, akinek verseit Gulácsi Tamás színművész tolmácsolásában ismerhették meg.